2017-es év elején elmondtuk, hogy a fejlesztések éve lesz az idei év, így is lett. Nagyon sok fejlesztés indult el 2017-ben, jó néhány ezek közül be is fejeződött. Fontosnak tartom megemlíteni az M44-es 2x2-sávos gyorsforgalmi út építésének a megkezdését. Nagyon fontos beruházás ez az egész megye és természetesen Békés Csaba számára is. Emellett a Modern Város program keretében elindult az Országos Nyomdaipari Képzőközpont 2 milliárdos fejlesztése, a tervező előkészítő munkálatok zajlanak. Ugyancsak megtörtént a fedett versenyuszoda, illetve a röplabda akadémia és a multifunkcionális sportcsarnokunkkal kapcsolatos beruházások előkészítése. A településfejlesztési operatív program keretében pedig több mint 20 olyan akcióterület alakult ki Békés Csabán, ahol komoly fejlesztések indultak, vagy néhány ezek közül már be is fejeződött. Óvodák és iskolák energiaracionalizálási beruházásainak lehettünk szemtanúi az idén, kerékpárutak épülnek, jelenleg is zajlanak a munkálatok, és emellett eldőlt, hogy fel tudjuk újítani, ki tudjuk bővíteni a Munkácsy Mihály Múzeumot, a Jókai Színházban lesz fejlesztés, a Balassi Művöldési Ház és a könyvtár is fog kapni egy energiaracionalizálási fejlesztést. És nagyon fontos beruházása a városnak, hogy két önkormányzati területen, a Kétegyházi úton és a Csamád-Apáczai úton ipari fejlesztésre, ipari üzem kialakításra alkalmas, közművesített ipari területet fogunk kialakítani. Erre várjuk majd az érdeklődőket, a befektetőket, hiszen a város nagy összefüggő iparterülettel jelenleg nem rendelkezik.